Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorában, ezúttal középpontban a zene lesz. Gondolkoztak már azon, hogy az Önök életében mit jelent a zene? Lehet, hogy ott szól mindenütt a mindennapokban, de igazából nem nagyon gondoljuk át, hogy mennyire befolyásolja az életünket. Talán erre is kapunk majd választ a következő beszélgetésben. Nem először köszönhetem a stúdióban a Herman László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakiskola igazgatóját, Király István urat, illetve Mics Mártont, az iskola alapfokú igazgatóhelyettesét. Köszönöm szépen a neki. Örülök, hogy újra itt vagytok. Azt ígértük a nézőknek, hogy ezt rendszeressé fogjuk tenni, és nyomon követjük, hogy mi minden történik a Herman László Zeneiskolában, ami azért is érdekes, hiszen régi új vezetők vagytok, tehát ez majd hozhat változást is. Egyébként ez azért kihívás lehet, mert ugye több mint 100 éves ez az iskola, legalábbis a jogelégye, ez tradíció, amelyet biztos követni kell, de fiatalon és fiatal vezetőként biztos a legmodernebb dolgokat is be kell hozni, tehát ezt valahogy ötvözni kell. Kihívás tényleg? Igen, igen, nagyon nagy kihívás. Igazából a megfelelő egyensúlyt, a megfelelő balanszot kell megtalálni a kettő között, én úgy gondolom, mert hát, mint annó tavaly is alapfokú igazgatóhelyettesként szembesültünk ugye ezzel az online oktatással. Hát ugye ez a márciusi időszak egy évvel ezelőtt már gyakorlatilag az egy olyan kihívást jelentett, de igazából az egész pedagógus társadalomnak, nem csak nekünk, de nekünk is zeneoktatás terén, hogy azt a fajta tradíciót azt továbbíve, de egy teljesen új világban, egy online világban ugyanazt vagy hasonló módon átadni a gyerekeknek. Ez hát nagyon nehéz volt kezdetben, nagyon nehéz volt megszokni. Most, amikor már jó pár ideje, ugye erre vagyunk kényszerítve az online világban, most már egyre nagyobb lehetőséget látunk benne, egyre nagyobb kihívásokat, de hát természetesen azért a kollégáim már nagyon szeretnének visszatérni az élő oktatásra, és hát mi is várjuk már, hogy újra gyerekeknek a hangszeres játéka zengje be a zeneiskola falait, és az ajtókon, amikor végig sétálok, akkor az ajtókon folyamatosan gyerekeknek a zsivaja az kiszűrődjön a termekből. És a hangszerek. És hallja. A hangszerek, igen. ami nem mellékes, ezzel bele is vágtunk a közepébe, hiszen egyik témánk lenne az online oktatás. Tehát hogy lehet zenét online oktatni? Hát nem egyszerű. Én azt gondolom egyébként, hogy amennyire új dolog volt ez, amikor a vírus indult egy évvel ezelőtt, vagy már több is talán, mindenkinek nagyon új volt. De nagyon gyorsan bele kellett szokni, mert nyilván nem volt más választás. Nekem is új volt, most nem azt mondom, hogy soha nem próbáltam előtte, de hogy azért itt heti rendszerességről, sőt napi rutinról beszélünk, mert ugyanazokat az órákat, amiket megtartottunk személyes találkozással, azokat az órákat meg kellett, ugyanazokat az órákat ugyanabban az időpontban online meg kellett tartani, és nyilván muszáj volt az időszűke miatt ezt gyorsan elsajátítani. Én azt mondom, hogy működött a dolog. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ugyanolyan jó érzés volt, és ugyanolyan kellemes hangvételű volt egy-egy ilyen óra, mint hogyha személyesen találkoztunk. Nyilván ez nem igaz, mert a diákokon is azért lehetett érezni, hogy sőt, így az idő előre haladtával, hogy egyre jobban fáradnak, szükségük van nekik is az impulzusokra, arra más nem, hogy találkozzunk, hogy kicsit megsimogassam, vagy történjen valami azon kívül, hogy leülünk a telefon vagy a tablet elé, és akkor úgy tartjuk az órákat, és nyilván technikai oldala is van, ami hátrány talán, hogy amikor két szólamba játszunk mondjuk, vagy zongorán kísérem, amíg ő játszik, ez csak hogy nem lehetetlen, mivel mindegyik platformon, most mindegy, hogy melyiket használjuk, a hang azért az késik. Tehát én is próbálkoztam, hogy akkor játszunk két szólamba, vagy lekísérem zongorán, de hát mire odaér a hang, én már fél ütemmel odé vagyok, tehát nyilván ez így nehéz, aztán próbáltunk mindig megoldást találni, próbáltam azt, hogyha két szólamú darab volt, akkor én otthon följátszottam, és akkor átküldtem neki, hogy akkor gyakoroljon arra, de hát az nyilván megint nem olyan, mint amikor bejön az épületbe, a zeniskolába leülünk, és akkor együtt muzsikálunk, játszunk. Nyilván a gyerekek is megszokták azt, hogy találkoznak egymással, beszélgetnek,
Tehát voltak hátrányai, voltak előnyei, előnyei talán kevesebb. Igen, pontosan azon gondolkoztam, hogy a kisebb gyerekeknél, akiknél még az maguktól a motiváció nem alakult ki a zene gyakorlása iránt, lehet-e online motiválni, hogy most ezt miért kell neked csinálni, vagy miért jó? Mert például az örömzenélés az biztos, hogy kimarad. Egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, én azt gondolom. És itt jön be az, hogy ki milyen pedagógus. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az egész pedagógus szakma az olyan, hogy valahol erre születni kell, azt gondolom. Sok mindent meg lehet tanulni, de valahol erre születni kell, hogy érezni abban a pillanatban, hogy amikor elkezdődik az óra online, és én látom a gyereknek a tekintetén, hogy fáradt, rossz kedve van, nincs kedve, és akkor nem lehet már rögtön belevágni szigorúan, hogy na mi volt föladva, akkor játszod, egy, két, há, és mehet. Tehát ez nem működik, hanem akkor egy kicsit muszáj beszélgetni, mi a probléma, mi volt az iskolában, tartani bennük a lelket, hogy már nincs sok hátra, és higgyétek el, hogy jó lesz, ami nem mindig könnyű, de tényleg egy kicsit azt gondolom, hogy pszichológusnak is kell lenni, és muszáj a gyerekekkel beszélgetni, mert máshogyan nem működik. Az elmúlt egy évben sok mindent állapítottunk meg a pandémia hozadékaként, volt, aki azt mondta, hogy az oktatásban kialakult online tanítás lehet majd egyszer a jövő. Elképzelhető ez a zenei oktatásban is? Én azt gondolom, hogy 100%-ban átállni online oktatásra nem lehet zenében. Ez biztos vagyok benne. És ezt abból azért is mondom, mert amikor egy gyereknek nem tudom megfogni a kezét, hogy megmutassam, hogy kell azt a hangszert ténylegesen fogni, vagy kijavítani a fogását. Hát ez kamerán keresztül nem működik. Úgyhogy ez az, ami hiányosság, és ez az, amit hiányolunk, hogy maga a közvetlen segítség, mert most tényleg egy matekot lehet, hogy el lehet magyarázni, mert ott fölírja az adott pedagógus a táblára, azt közvetíti a gyereknek, és ugyanúgy szóban el tudja magyarázni, és megérteti a gyerek. De amikor egy mozdulatot kell begyakorolni, de ezt mondhatnám bármelyik művészeti ágra, mert akár a tánc is ez, tehát ők se tudnak, én azt gondolom, hogy olyan hatékonysággal online tanítani, pontosan azért, mert most rendben van a táncművész, tánctanár ott kamera előtt megmutatja az adott mozdulatot, de a gyerekét nem tudja kijavítani, akár a kamera másik oldalán van, vagy hát a laptop, vagy a telefon előtt. Én attól függetlenül egyébként a pozitívum ennek az online oktatásnak, online zeneoktatásnak, én kiemelném azt, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, ami, ugye orvosok nem vagyunk, de gyakorlatilag ugye tisztában vagyunk a kutatási eredményekkel és a kutatásokkal, ugye, hogy mennyire pozitív hatása van a zenetanulásnak, a hangszertanulásnak más tárgyakra. Ezt rengeteg tudós bizonyította már, és ez viszont ugye a kikapcsolódás is a gyerekeknek. Tehát én azt mondanám, hogy az online oktatásban, attól függetlenül, hogy a zeneóra is online van, ugye nagyon sok mindent elvettek a gyerekektől most per pillanat, ugye az elmúlt egy évben, tehát ugye akár most itt beszélhetek a rengeteg sportról, az úszoda bezárt, gyakorlatilag rengeteg olyan foglalkozást, ami a gyereknek kikapcsolódás volt a mindennapos iskola mellett, azt elvették, mert nem lehetett a járványhelyzet miatt. Viszont a zene az mindig ott volt. Tehát amikor a gyerek online oktatásban, mondjuk otthon, délután már a kikapcsolódási időszakban felveszi a hangszerét, és ugyanúgy zenélhet tovább, az én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon pozitív és előremutató dolog, és a gyerek mégis valahogy ki tud kapcsolódni. Ha még online zeneórán is, de akkor is. Kell is beszélnünk erről, hiszen beszélgetéseink egyik célja a zenetanulás népszerűsítése, mert hogy azért szükség van rá, de manapság főleg, hiszen nagyon sokan úgy készítik fel a gyerekeiket, hogy legyen egy olyan szakmád, amiből aztán majd megélsz, mert az nagyon fontos, vagy sportoljál, mert hogy egészséges legyél, ezeket a dolgokat támogatják, de mintha egy kicsit kevesebbszer jutna eszébe a szülőnek az, hogy tanuljon zenét. Mit ad a gyereknek a zenetanulás? Tehát miért érdemes? Én azt gondolom, az a tapasztalatom, vagy akár a saját példámból is kiindulva, és a környezetemből, hogy sokkal teljesebb emberek, felnőtt emberek lesznek azok, akik tanultak zenét. És ugye itt fontos elmondani talán azt, hogy nem arról van szó, hogy valaki elkezd zenét tanulni. Annak idén is, amikor a Kodályba jártam, ugye ott kötelező volt mindenkinek valamilyen hangszeren tanulni. És rengeteg osztálytársam, iskolatársam,
Nem arról van szó, hogy mindenki művészeti és zenei pályára ment. De látom azóta is, találkozom velük, hogy, és mondják is, és az ő gyerekeiknek is továbbadták, hogy sokkal teljesebb emberek lettek. El se tudják képzelni azok, a szülők, meg a gyerekek se, akik mondjuk soha nem tanultak zenét, hogy mennyivel kevesebbek. És most tényleg nem bántásként mondom senkinek, de hogy kinyílik a világ azok számára, minden szempontból, nem csak a zenében, akik tanulnak zenét. És ugye most nem tudom sajnos pontosan idézni Kodály Zoltánt, de ugye ő is mondta, hogy a zenében is, tehát ha valaki zenét tanul, az is borzasztó koncentrációt igényel a gyerekek részéről, hiszen ott az, hogy most melyik hangot pontosan hova írom, ha egy picikét már följebb írom, picikét lejjebb írom, vagy azt a ritmus nem úgy írom pontosan, az már teljesen mást jelent. És pontosan ezért ezeket a gyerekeket, akik zenét tanulnak, az egyéb tantárgyban is segíti, és sokkal jobban teljesítenek akár matematikából, akár más tantárgyakból is, arról nem beszélve tényleg, hogy sokkal teljesebb felnőtt emberek lesznek azok, és műveltebbek, és nyitottabbak a kultúra felé, akik akár csak pár évig tanultak zenét. Én ezt gondolom. Igen, ez egy nagyon kulcs mondat volt, amivel kezdted az elején valójában, hogy nem feltétlen zenészeket kell képezni, tehát nem kell attól tartani, hogy elküldjük a gyerkőcöt az iskolába, akkor majd valamikor zenész akar lenni, aztán abból vagy sikerül, vagy nem, hanem mint ahogy sportol az egészségéért, nem csak azért, hogy versenyezzen, hanem egyszerűen az egészségéért, ezért érdemes a zenéért, ami én úgy érzem, nem tudom, hogy ez gyerekeknél mennyire érvényesül, hogy végül is terápiás hatása van. Tehát talán az ember zenehallgatás közben kevésbé lesz stresszes. Azt fontos ideges dolognak tartom elmondani, én ezt tapasztalatból és a saját példámból is ismételten kiindulva, hogy az viszont nem egy jó szülői hozzáállás, hogyha mondjuk beiratják a gyereket zeniskolába. Nyilván sokszor megtörténik az, hogy valamelyik ismerősnek a gyerekét beiratták, hát akkor te is menjél, beiratlak én is, elkezdi a gyerek a zeneiskolát, és nyilván egy 6-7-8-10 éves gyerek nem szívesen ül le rendszeresen a hangszer mellé, és ez teljesen normális. De itt van a szülőnek, én azt gondolom, a nagyon fontos feladata, hogy igenis elmondja a gyerekének, hogy ez nem úgy működik, hogy te hetente, amikor elmész kétszer órára, akkor oda bemész melegedni, és akkor ott gyakorolsz kvázi, hanem ez arról szól, hogy igenis, most nem azt mondom, hogy minden nap órákat az elején pláne, de hogyha van heti kétszer óra, akkor azért legalább minden második nap egy fél órát igenis elő lehet venni a hangszert és gyakorolni. És itt van nagyon fontos felelőssége a szülőnek, hogy ne engedje, elmondja a gyerekének, hogy igenis elkezdted, ezt az évet minimum csináld végig, mert ez nagyon fontos, és egy 8-10 éves gyerek úgyse fogja ezt átérezni, hogy mennyivel több lesz azáltal, hogy zenét tanul, viszont hogyha a szülő azt mondja, hogy jó, hát ha nincs kedved, akkor nem kell. És utána a gyerek majd 21-22 évesen sírva megy a szülőihez, hogy miért engedték, hogy abba hagyja a hangszert. És ez szerintem nagyon fontos momentum, hogy ezt végig kell gondolni, és a szülőknek is következetesnek kell lenni a gyerekükkel, és igenis rá kell őket bírniuk, hogy valamit elkezdett, akkor abból hozza ki a maximumot, és nem arról szól tényleg, hogy csak oda bemegyek, és akkor ott a terembe gyakorolok órán. Beszéltünk a zene filozófiai megközelítéséről, most itt azért ideje, hogy megérkezzünk a Herman László zeneiskolába, egy kicsit foglalkozunk az iskola életével, hiszen kíváncsi lennék arra is, hogy tulajdonképpen egy gyerkőc, aki a zeneiskola tagja, hogy él, tehát mit tanul az iskolában, mit más iskolában, és hogy tölnek a napjait, tehát hogy kell elképzelni? Én kétfelé bontanám ezt a részét, mert ugyanúgy, ahogy az iskola is gyakorlatilag egy, de kétfelében bontva, van az intézményben egy zeneművészeti szakgimnázium rész, ahol a gyerekek általános iskola 8. év után felvételiznek, és ha felvételt nyernek, akkor 4-5 évig nálunk tanulnak, és ez azt jelenti, hogy minden közismereti tárgyat, tehát matematika, történelem, mindent nálunk oktatnak, valamint ugye zenei tárgyakat oktatunk ugye kiemelt figyelemmel, pontosan azért, mert ezek a gyerekek általában zenei pályára mennek tovább, tehát zeneakadémia, Győri Egyetemre, vagy Pécsre, Debrecenbe, és adott hangszerükön ugye felvételiznek, és hát erre készülnek, hogy az életüket utána a zenére tegyék föl. A másik része, és ők, annyit elmondanék, hogy ők, őnekik, hát a napi rendjük az úgy néz ki, hogy nagyon szeretnek nálunk, és reggel
7 óra felé már ott vannak, gyakorolnak, és körülbelül este 8-kor mennek vissza, vagy a kollégiumba, vagy haza. Mert épületből adódóan egyébként, ugye a saját, vagy hát ugye az intézmény sajátosságából adódóan fordított munkarendben vannak ezek a gyerekek. Délelőtt vannak a zenei órák, és délután vannak a közismereti tárgyaik. Tehát mi megfordítottuk igazából, és nem úgy, mint más intézményekben. Ugye sokan, ez miért jó? Igazából egyrészről épület adta lehetőség, vagy épület így adta ki a lehetőséget, mert a közismeret, mert délután az épületre az alapfokú művészeti iskolának van szüksége, amikor a délutáni zeneórákra jönnek be a gyerekek. És így viszont ugye felszabadulnak a zenetermek, és a délutáni közismereti órákon pedig ugye csoportosan részt vesznek a konzisaink, amit, ahogyan, mert ugye régen konzervatóriumnak mondták, és mi ezt a hagyományt, ezt mindig ezt nem tudjuk elfelejteni. Tehát amikor a zeneművészeti szakgimnáziumról beszélünk, akkor mindig ilyen konzinak mondjuk őket, konzistáknak mondjuk őket, és konzinak. Úgyhogy ők igazából ilyen egész nap ott vannak, egész nap tanulnak, gyakorolnak, és van a másik része az intézménynek, ugye az alapfokú művészetoktatás, ahova pedig ugye gyakorlatilag 6 éves kortól bár fölfele nincsen határ. Ezt azért elmondanám. Tehát rengetegszer van olyan, hogy Marcihoz csatlakozzak, kisgyerekkorba abba hagyta, és azt mondja felnőttként, hogy de szeretné folytatni. És jön hozzánk 21-22 évesen felnőttként. Természetesen tártkarokkal várjuk őket is, mert mondjuk egy 2-3 éves gyerekkori tanulás után minden probléma nélkül tudjuk folytatni azt a megkezdett tanulmányt, és felnőttként mondjuk még egy 2-3 évet nyugodtan járhat hozzánk, akár zongorát, hegedűt ugyanúgy tanulhat. És azt azért elmondanám, tehát 6 éves kortól az alapfokú művészeti iskolába lehet jönni hozzánk, és őnekik pedig úgy van, hogy van egy általános iskola, ahova ugye járnak az város valamely iskolájába, és délutáni foglalkozásokra jönnek be hozzánk a gyerekek. Ez heti 2-szer fél óra hangszeroktatást jelent, ez a főtárgyoktatást, és heti 2-3-4 óra csoportos oktatást, az elején kezdetekben szolfés oktatást jelent, mert az az, ami így az elméleti része igazából a hangszeroktatásnak, és ott a kollégáim rendkívüli szakértelemmel mélyítik el a gyerekekben, amit kicsit továbbfejlesztve, ugye azokat az ének órán megtanult dolgokat már. Egyébként nagyon sok olyan gyerek van nálunk, aki ugye 2-3 éve tanul szolfést, és utána énekórákon elkezd unatkozni. Ez elkerülhetetlen, mert lényegesen többet kapnak ugye zenei oktatásból nálunk, elméleti oktatásból, amit mondjuk egy általános iskolai énekórán kapnak. De gyakorlatilag ez kell ahhoz, hogy a hangszerükön maximálisan tudjanak teljesíteni, és hát lényegében így zajlik. Délutáni oktatásra jönnek az általános iskolai oktatás után. Emberi mi voltunk sajátja, hogy szeretjük megmutatni, amit tudunk, vagy egy versenyen, vagy valamiféle bemutatón. Az iskola szervezi ilyeneket, vagy részt vesz versenyeken? Hogyne, természetesen minden évben rengeteg országos versenyen vesznek részt a növendékeink, mint alapfokú növendékeink, mint középfokú szakgimnazistáink is. Rengeteg megmérettetésen ott vagyunk, igazából valamint most jelen pillanatban is, amikor csak az online versenyek élnek, mert online működnek most jelen pillanatban ezek a versenyek, felvételeket kell beküldeni, és a zsűri azt értékeli. Ez jelen pillanatban ilyen formában valósulhatott meg ebben a gyakorlatilag majdnem az egész évben, mert jelenléti versenyt nem tudtak szervezni. Minden versenyen helyezéseket érünk el, aranyminősítéseket, ezüst minősítéseket, úgyhogy nagyon-nagyon sok kollégám és kollégámra és diákra büszke vagyok ezen a téren, hogy rengeteg versenyeredményünk van, és mindenhol megmutatjuk magunkat, valamint a másik része, hogy ugye az intézményünkben is nagy hagyománya van ezeknek a rendezvényeknek, versenyeknek. Most gondolok itt a nagyon-nagyon régóta általában nagyon-nagyon régóta megszervezett Alba Régia kamarazenei versenyre, ami visszatérően minden második, harmadik évben sikerül. Hát most ugye a pandémia miatt nem sikerült a tavasszal megszervezni, reményeim szerint azért jövőre már igen, vagy akár a Gregorének versenyre,
amit szintén 2-3 évente sikerül megszervezni. Ugye ez mind olyan országos rendezvény, amire az ország minden pontjáról jönnek növendékek, tanárok. Beszéltünk már arról, hogy miért érdemes zenét tanulni, és hogy tulajdonképpen minden gyereknek érdemes volna, és akkor itt a mindenre visszakérdeznék. Alkalmas lehet minden gyermek a zenetanulásra? Mert hogy ugye azért ilyen vizsgák vannak, mielőtt bekerül valaki az iskolába. Ez egy jó kérdés, hogy alkalmas-e minden gyerek zenetanulásra. Az én pályafutásom során én találkoztam, tényleg olyan egy kislány volt, aki járt hozzám, tényleg kézen állva, és mindent megpróbáltam, de szegénynek olyan szinten nem voltak meg a képességei, és tényleg nem úgy álltam hozzá, hogy már pedig ezt és ezt teljesíteni kell, nem tényleg, hogy egy kicsit megismertessem vele a zenét, és hogy jól érezze magát órán. És egyrészt előfordulhat nagyon sok esetben az is, hogy a gyerek behúzza a kéziféket, a féket, és az nagyon-nagyon nehéz korrigálni, és nagyon nehéz azon változtatni, hogyha tényleg a diák behúzza a féket, és úgy jön be órára, hogy már pedig ő nem akarja, és durcáskodik. És igen, sajnos van olyan, amikor egy kisgyereknek abszolút nincsenek meg azok a képességei. Tehát ez a kislány például régen járt hozzám szintetizátorra, és ő azt tehát, hogy amikor tényleg megy egy egyenletes négynegyedes ritmus, és nem tudja a negyedeket tapsolni, mert egyszerűen nem érzi. Erre egy kollégám mondta, hogy hál' Istennek nem zavarja a zene, és egyébként ez valahol igaz is, csak hogy, és egyébként bejött az apukája, és nagyon aranyos volt, és ő is hallotta, látta, én próbálkoztam hosszú heteken át, hogy valami legyen, de hogy nem is szeretett volna járni, tényleg szegénynek semmi képessége nem volt, viszont nagyon szépen rajzolt, és akkor mondtam az apukájának, de hát, hogy akkor egy más művészeti ágat, hogy akkor nagyon szeret rajzolni, hogy akkor menjen el, és akkor tanuljon rajzot, mert tényleg azt láttam, hogy elképesztő, hogy mennyire nincsenek meg azok az alapvető képességek, amivel egy picit el tudnánk indulni, vagy egy lépést. De ez a ritkábbik. Hát nyilván ez a ritkábbik, nem vagyunk egyfajta. Valaki szorgalmas, nagyon kevesebb tehetségem, valaki egy szühetett tehetség, de nem annyira szorgalmas, sokféle van, én azt gondolom. Nyilván itt is a pedagógusom múlik, hogy kiből mit tud kihozni. Egyébként milyen feltételekkel lehet valaki a Herman László zeneiskola tanulója vagy tagja? Hát alapfokú művészeti iskolába úgy lehet jönni, hogy most per pillanat pont időszerű egyébként, mert május. Május lesz, kicsit összekeverem a hónapokat néha. Szóval májusban most 19 és 21 között alkalmassági meghallgatásokat tartunk. Ez annyiról szól igazából, hogy a szülő a gyerekkel bejön, és egy adott szaktanár, ki amilyen hangszerre szeretne jelentkezni, egy adott szaktanár meghallgatja a gyerkőcöt. Igazából egy énekórán tanult népdalt, hogyha előadnak, az már tökéletes, egy minimális ritmus visszatapsolás, most ami relatíve tár. Főleg, ha egy 6 évesről van szó. Igen, tehát, de azt gondolom, hogy ha egy zsibzsupot tisztán el tud énekelni, vagy hűsfelnapot, vagy akármilyen gyerekdalt, vagy népdalt, amit ugye énekkorán tanult, azzal már egyrészt a kollégáim már látják azt, hogy tényleg egyáltalán a füle hallása milyen lehet, valamint ugye a ritmusérzék, amit ugye azonnal meg kell állapítani, hogy mégis hogyan, van-e ritmusérzék, mind ahogy ugye Marci is mondta, hogy nem minden esetben van ritmusérzék. Azt gondolom egyébként, hogy fejleszthető, tehát a ritmusérzék minden esetben fejleszthető, és kell is fejleszteni, mert nagyon jó tehát a tempóérzet, amit ugye a zenetanulás folyamán ki kell alakítani, ez nagyon fontos. És gyakorlatilag ennyi egy alkalmassági meghallgatás. Persze vannak speciális esetek, amikor mondjuk egy fúvósoknál természetesen a kollégáim ugye figyelik azt, hogy mondjuk van fogszabályzója, hogyan állnak a fogai, mert mondjuk egy rezes hangszer választásnál nem mindegy, hogy ugye a maga a szájszerkezete milyen egy gyereknek, mert ez olyan, amire nem mindenki alkalmas, tehát vagy a másik, hogy mikor lesz fogszabályzó, hogyan, mert ugye ez nagyon sok mindenben befolyásolja egy fúvós hangszernek a megszólaltatását. Aztán lehet, hogy egy másik hangszerbe szeret bele. És ez is lehet. Azért vágtam ennyire velem, nagyon sok mindennel készültünk még, de elfogyott ismét a műsoridőnk. Én biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni
bármi híretek van, várjuk szeretettel. Mi köszönjük a meghívást, hogy ilyen figyelmet kap a zenéskola. Kedves nézőink, a műsor vendégei voltak Király István és Mics Márton. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!